Varga Mihály főhadnaggyal beszélgetünk a Komárom-Esztergom megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivőjével. Egy nagyon kedves hír kapcsán, egy örömteli hír kapcsán, hogy a megyei tűzoltók összefogtak és édességgel kedveskedtek a beteg gyerekeknek. A Tatabányai Szentbolbála kórházban és az Esztergomi Vasztarikos kórházban gyógyuló gyermekeknek. Onnan jött ez a kezdeményezés, és miként csatlakoztak a megyei tűzoltói? Igen, a 2020-as évben a Komárom-Esztergom megyei katasztrófavédelmi igazgatóság csatlakozott az Egy tábla szeretet elnevezésű kezdeményezéshez, és ennek keretébe a megye tűzoltóságain, így a komáromi hivatásos tűzoltóparancsnokságon, Esztergomba és Tatabányán is csokoládét gyűjtöttünk a kórházban ápolt gyermekek részére. Attól a pillanattól kezdve, hogy hírlevélbe kiment a teljes tűzoltói állománynak ennek a híre, nagyon sokan lelkesültek az ötletért, és nagy dobozokat helyeztünk ki a tűzoltóparancsnokságokon, és ebbe érkeztek az édesség adományok. Mekkora mennyiségű édességet sikerült össze? Hát így a tömegére vonatkozóan azt mondhatom, hogy nagyjából így 60 kiló édességet adtunk át a két kórházban összesen tűzoltók jelenlétében. A kórház képviselői hogy fogadták? És érkeztek-e visszajelzések felétek a gyerekektől? Igen, szerencsére azért gyerekekkel is találkoztunk. Az esztergomi Vaszari kórházba az osztályvezető asszony lejött átvenni a csokoládét, és több gyerek is elhaladtott a kiáratnál eközben, akiknek tábla csokoládéval kedveskedtünk ott a helyszínen. És nyilván adventi időszakban is fontos egy-egy ilyen akció, de azért igazgatóságról elmondható az, hogy keresi a kapcsolatot a fiatalabb generációkkal, a gyerekekkel. Gondolok itt különböző alkotói pályázatokra. Igen, nemrég zárult le a 2020-as alkotói pályázat is. Itt egyébként megyénkből egy országos helyezés is született, egy vértessomlói diáklány második lett korosztályában az alkotói pályázaton. Igen, igyekszünk a fiatalokhoz is eljutni, hisz fontos a tűzvédelem, fontos a tűzoltók utánpótlása is, tehát nem lehet elég korán kezdeni.